Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Az első osztályú kispályás bajnokság már 23. fordulónál jár, azonban az elmaradt és elhalasztott találkozók miatt még egyik csapat sem játszott le 23 mérkőzést. A héten is csak 4 találkozóról tudunk beszámolni Önöknek, melyek közül az egyik a tavalyi bajnok Turulány és a jelenlegi harmadik helyezett Fapados Söröző csatája volt. A 23. fordulóban az egyik talán legizgalmasabb mérkőzésnek a Turulány Fapados Söröző összecsapás ígérkezik. Kékmezben a Turulány balról jobbra támad, a Fapados értelemszerűen az ellenkező irányba fehér felszerelésben. És a Turul vezeti a mérkőzés második támadását, hiszen az elsőt már el is lőtte a Fapados Söröző gárdája. Balló tette hátra a labdát. Egy távoli lövés, a félpályán túlról Molnár Tamás próbálkozott. Kis. Egészen Revelandnak hátra a kapuig. Aztán egy jó csúsztatás. Fekete Ferencé a labda paral. Kovács. Salac emeli ki. Kovács. Paral. Revelant. Két játékos összerúgott a büntető terület előtt, így ezért állították meg a játékot a bírók. Úgy tűnik minden rendben, így folytatódhat a játék. A mérkőzés előtt a bajnoki táblázaton a Fapados Söröző áll a jobb pozícióban, harmadik helyen 31 ponttal, a Turul az ötödik 29 ponttal, tehát ez azt jelenti, hogyha a kékmezes együttes esetleg megszerezni a győzelmet, akkor behozhatná a pályán lévő ellenfelét. Kovács. Kis. Paral fut középre, Kovács kapja. Hát a túloldalra a Ballónak, aki egyből tette középre, nem játékos, nem érkezett. Kovács erőszakosan, aztán Paral szerzi meg. Kovácsnak ki a szélre, Revelant. Paral úgy érzem, hogy a tojászta egy kicsit ott bent középen. Közel volt már a kapuhoz és a kapushoz egyaránt, így Revelant odaért. Paral szöglete. Messze fölé. Kis. Paral. Való. Paral még. Molnár. Kis. Vékony Tamás lépett oda keményen. Az ötödik percben járunk, eddig szinte csak a Turul birtokolta a labdát. Molnár. Revelant véd szépen. Kis szöglete. Kovács érkezett, nem találta el jól, lecsúszott a lábáról. Revelant keresi az embert.
salacot kiválasztott. Egyből lövi el. Kapu előtt keresztbe. Szöglet következik. Salac végzi el. Kisről vágódott le. Salac a bedobással, aztán vékony próbálkozott egy fejessel. Marad a labda a fapadosnál. Salac. Parall előre. Kis fejelte tovább. Kocsis. Kulcsár. Aztán most már Kovács a labdával. Kulcsár csípi el, keményen lövi meg. Feketéről vágódott vissza a mezőnybe. Molnár, Revelan lábbal. Kis Róbert volt pontatlan. Revelant kirúgása. Kocsis. Kis Gábor felé. Mellé. Paral. Egyedül hozza fel, aztán ketten támadják. Kulcsár és Kocsis. Három méterre kell állnia az egyszemélyes sorfalnak. A labda azonban tovább gurul, így Vékony Tamásnak is hátrálnia kellett. Revelant rúgja ki. Vékony felé. Veszélytelen volt. Kis. Kovács. Aztán újra kis a labdával. Salacot csapja be. Molnár mellel veszi le. Aztán kapura fordul. Kocsis lépett a lövésbe. 9. perc 0-0. Balló. Levágódott a lövése, Salac. Aztán Ballóban akad el. Kovács. Salac szerel szépen, hárman indulhatnak. A turul kapujára, Salac még elcsípte a védő elől. Nem érkezett társ. Molnár kapu előtt keresztbe lőtte, és a túloldalon hagyta el a labda a játékteret. Salac még megvan a vonal előtt. Jó a csel is. Aztán Feketé. Kis. Kovács. Molnár. Vékony nem tudta átvenni a labdát. Molnár. Balló. Jól tartja. Molnár lő. Aztán Kovács piszkált még közben. Ez meglepte Revelant kapust. Nem a kapufa sietett a segítségére. 10. perc tehát. A turul eddig veszélyesebb. Gól még nem esett. A két együttes az őszi idényben
küzdelmes mérkőzésen. És itt az első gól. Kovács beadását Molnár lőtte a hálóba a 11. percben. 1-0 tehát a Toruljavára. Tehát pont azt akartam mondani, hogy az ősz idényben a Fapados Söröző 8-6-ra verte a Turulányt. Most viszont a kékmezes együttes tűnik agilisebbnek, támadó szelleműbbnek. Mindez bizonyítja, hogy már 1-0 a javukra. Vékony szerez labdát. Kulcsár az oldalhálót találja el. Kis kirúgása. Érintetlenül hagyja el a labda a pályát. Reveland. Paral. Kovács. Salat szereli. Vékony. Paral. Egyedül indul meg. Balóval vált. Aki ellövi. Nem két ember állt előtte. Ugye elég kicsi volt a valószínűsége annak, hogy át tudja lőni a labdát. Reveland kidobása. Vékony. Feketté. É, a labda. Paral. Jól vette észre a középen felfutó Kovácsot. Molnár. Egyből lövi kapufa. Nagy lövés volt. Kis Gábor. Kulcsár rossz helyre. Kis. Kovácstól kapta. Kis lövi be erősen. Vékony fejjel. Vékony volt, szabálytalan. Kovács. Paral. Kovács a leghátsó ember. Balló, jól vette át. Szép a passz. Kovács, szép gól! Gyönyörű akció volt. Kovácstól indult, és ő is ért fel a befejezéshez. 2-0 tehát a Turulnak a 14. percben. Baldót is dicséret illeti ennél a gólnál, hiszen jól tartotta meg a labdát, majd pedig egy parádés paszt kínált Kovács elé, amit a 8-as számú Turul játékos egyből a kapuba lőtt. Vékony, túlcifrázta. Kovács. Salac állította meg. Molnár. Vékony indulhat, ám ő ellövi, lecsúszik a lábáról. Vékony szöglete. Kis Gábor próbálkozott középen labdát szerezni. Gátolták ebben a védők, Paral. Szép gólt akartak lőni most a Turul játékosai. Paral a helyet, hogy kapura lőtte volna keresztbe Molnárt, szerette volna játékba hozni.
ám ez nem sikerült. Kovács. Kis. Szabad rúgás a fapados söröző javára. Salac. Szöglet. A 16. percben járunk, 2-0-ra vezet a Turul Line. Paral. Molnár. Salac szereli. Aztán egyedül viszi tovább. Kis volt szabálytalan. Csak-csak oda kerül a labda, de onnan el kell végezni a szabad rúgást. Salac. Egy új játékos a Turulán együttesében, Magda Csaba. 6-os számmal. Molnárt váltotta. Balló helyett pedig Karsai a pályán. Paral levágódik. Kis Gábor lépett közbe. Kovács, Paral, Salac szerel szépen. Kocsis. Salac. Kis. A 18. percben járunk, 2-0 a Turul Line javára. Nagy lehetőség volt. Pulcsára emelt a kapu fölé. Paral. Magda. Kis. Kovács. Aztán Magda a labdával. Megjáratják a Turul játékosai, majd pedig fekete kapus ad egy rossz paszt. Revelant. Kocsist próbált a játékba hozni a jobb oldalon. Hosszú volt egy picit a kirúgás. Kis. Paral. Elcsúszik. Talpa alatt a labda. Salac. Vékony. Kovács szerzi meg. Kis Róbert. Magda. Paral. Kis jön érte, jól járatják a labdát a kékmezesek, aztán Karsai adta a játékos társa mögé. Kis, Magda, aztán Paral. Itt a vége.
a Tiritolinak. 5 perc van még hátra az első játék részből. Salac osztott ki egy kötényt, aztán gáncsolja őt az ellenjátékosa. Salac kisről vágódott le, aztán Magdától kap egy pontos labdát. Paralla bal oldalon. Kulcsár szerelte. Parall. Nem ért bele senki, így a gól érvénytelen. Hiába talált Parall Bálint a kapuba. Vékony. Egyenlőre semmiféle veszélyt nem jelent a fapados söröző a Turul kapujára. Magda. Jó elképzelés volt. Nem picit gyors volt a labda. Kis. Salac. Trebelant. Kint volt. Magda. Parallt próbált a játékba hozni. Salac karsaival szemben. Revelant. Aztán Kis fejelte ki a labdát. Huszonharmadik perc, 2-0, a Turul Lányavára. Farsai. Kis támadta szabálytalanul. A másik kis Róbert végzi el a szabadrúgást. Magda, Kis kapja vissza. Aztán Magda, szerelték őt a 9-es vonalnál. Parall, Kovács, jó a csel, ez is jó. Aztán Kovács a 6-os vonalnál, most már levágódik a lövése. Kis. Váratlanul lőtt el, Reveland azonban számított rá. A szögletet Karsai végezheti el. Már visszafelé futott Kovács, amikor Karsai középre passzolt a labdát. Magda. Salasz csúszik be és buktatja Magdát. Illetve Parallt. Kis. Az első félidő utolsó percében járunk. 2-0-ás Turul vezetés. Parall kapja Magda bedobását. Kapu mellé fejelt. Vékony.
Revelant. És fekete fejjel, ez volt az első félidő utolsó momentuma, tehát a Turul Line 2-0-ra vezet a Fapados Söröző ellen. A második félidőt a Turul kezdte. Korsai, Balló, majd Kis és Paral a labda útja. Korsai tette tovább, üres területre. Játékos társ azonban nem volt ott, csupán az ellenlabdarúgója, Kis Gábor. Vékony, Korsai piszkált bele. Paral, Salac, szép gól! Salac lőtte ki a bal alsó sarkot, és váratlanul szépít a Fapados Söröző. 2-1. Még egy perc sem telt el a második félidőből. Salac. Magda támadta. Vékony. Most nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt a Fapados Söröző, így a második játékrész első perceiben. Vékony, Salac egyből nem találta el jól a labdát. Magda, aztán Kocsis. Magda csípi még el a vonal előtt, és Paralt próbálta játékba hozni. Kis, Magda egyből, Szöglet. Balló végezheti el a szögletet, Magda mellé. Vékony. Paral szerzi meg, Magdával játszik össze, aztán rálép a labdára. Vékony. Kocsis. Paral. Magdát indította volna. Egy picit azonban hosszú volt az átadás. Vékony. Salac. Kint van. Magda. Korsai. A Fapados dob. Salac. Felpattant előtte a labda. Magda. Kis. Balló. Kisnek teszi tovább. Még eléri a vonal előtt. Jó a csel. Korsai. Kis Gáborról vágódik le. Magda hozza fel a játékszert, jól veszi észre Korsait, aki a kapu fölélő. Második félidő, 5. percében járunk. 2-1-re vezet a Turul Line. Revelant. Kulcsárnak kellett futni a jobb oldalon. Kis. Salac. Megszeridíti. Ellövi ballal. Még mindig ott a lehetőség. Feketéről vágódik a vékony lövése.
Most szabadult fel a turulkapuja, és már indulhat is az ellenakció. Kis, Karsai, messziről csúszott be Vékony, Magda, Revelandról vágódik szögletre a labda. Magda. Kulcsár. Vékony. Meglepte fekete kapust, hogy Salasz lehúzta a fejét a kapu előterében. Így reflexszerű mozdulatot kellett bemutatnia. Karsai felli ki. Magda, Paral. Kocsis nem féltette a lábát. Kis. Karsai állítja meg. Paral. Jól veszi észre a jobb oldalon. Kist. Balló. Kulcsár lépett közben. Kulcsár kint volt. Karsai. Jó, a középre passzolt labda. Magda elől. Tisztázott Reveland, aztán Kulcsár a másik oldalon. Perc. 2-1 a turulai javára. Bedobás pedig a Fapados sörözőjé. Vékony. Kocsis. Vékony kapja vissza. Kocsis most a jobb oldalon, Salac. Kis végül. Hárman támadják. Magda. Paral. Nem tudja megszerezni a vonal előtt. Kocsis. Kulcsár. Paral mellett megy el, és Kis Gábor nem találta a labdát az üres kapu előtt egy méterrel. Ez egy óriási egyenítési lehetőség volt a Fapados öröző előtt. Paral. Kifelé jár a szabadrúgás. Kocsis. Salac. Fekete szedi fel. Küzdelmesebb, nagyobb iramú lett a mérkőzés. A Fapados szépítő gólja után Magda. Balló. Jól teszi vissza Kovács, aztán Balló. 3-1. Balló estében lőtte a Fapados hálójába a labdát, tehát második félidő 10. perce. 3-1. Alig, hogy vele lendült a játékba a Fapados, és egyre erőteljesebben próbált veszélyeztetni. Már is lehűti a kedélyeket a turulnán.
egy góllal. Molnár bedobása egészen hátra, saját kapujáig. Aztán most már Balló kapja, a harmadik gól szerzője. Jól veszi észre Kovácsot a jobb oldalon, Farkas Revelant hárítábbal. Szép akció volt ez is. Molnár. Kovács. Farkas. Kis. Farkas lecsúszott a lábáról. Kis Gábor. Salac. Vékony. Salac kapja, elakad a lövése. Ez pedig már a hálóban köt ki. Fekete lábai között. Lánszargott át a labda a hálóba. Salac második gólját szerzi. 3-2 tehát. Mindez a 36. perc történése volt. Molnár, Revelant szedi fel. Salac. Fekete előtt perdül fel a labda. Vékony nem tudta kapura tenni. Farkas. Balló. Molnár, Vékony állítja meg. Farkas szabadrúgása. Helyett Molnár végzi el. Kis. Farkas a bal szélen. Zavartalanul. Revelant hárít, Balló viszont a kibattanó labdát a kapuba lövi. 4-2. Most potyognak a gólok elég rendesen. A második félidőben Balló is már 2 gólos a találkozón. Mindez tehát a 38. percben. Salac. Salac szabadrúgása vágódott le. Kis. Kovács. Molnár és Kocsis ütközött. Molnár végezheti el a szabadrúgást a kaputól, mintegy 12 méterre. Molnár Kovácsról vágódott le. Saját játékosról tehát. Revelant. Balló elől szedi fel a labdát. Kis. Kulcsár. Kis Gábor. Kapufa. Salac. Nincs szerencséje a fapadosnak. Balló. Kocsis. Kis támadta őt. Kocsis. Salac. Farkas próbált felszabadítani, ami végül feketének sikerül. Kis Róbert lőtte egészen Revelant kapujáig a labdát. Vékony. Salac felé. Kocsis. Kis. Farkas. Balló.
Kovácsnak vissza. Aztán Kis szeridíti meg, Molnár. Egy lövéssel próbálkozott. Nem, ez a próbálkozás elég gyengécskére sikeredett. Kis Gábor. Kulcsár. Ketten támadták. Molnár és Kovács. Molnárról hagyta a labda a játékteret az oldalvonalon. Kocsis. Vékony. Kulcsár. Aztán Kovács. Molnár szerzi meg. Farkas fejeli előre. Vékony és Kis Gábor próbálják tartani a labdát, ez sikerül is. Vékony. Salac. Jó elgondolás volt, ám Vékony Tamás visszavett a lendületből, így nem ért oda a leburított labdára. Kovács. Balló. 3-1 ellen, Vékony, Kis volt szabálytalan Kulcsárral szemben. Második félidő 18. perce, 4-2 a Turullány javára. Salac végezheti el a szabadrúgást 10 méterre. A Turul kapujától Kocsis késett le a labdáról. Kovács. Farkas. Kezezést reklamáltak a favoros játékosai. Kis. Balló. Kilövi a kapu bal felső sarkát, a lécről vágódik a hálóba. Tehát második félidő 18. perce, Balló már 3 gólos ezzel, és 5-2-re vezet a Turullány. Vékony. Kis Gábor egyből kapu fölé. Igaz, hogy még hátra van a mérkőzésből, mint egy 7 perc. Ám úgy érzem, a fapados rözőben most nincs annyi átütő erő, hogy esetleg fordítani tudjon. Így 5-2-ről a Turul jó játékot játszik. Farkas ütközött Kis Gáborral. Aztán megállítják a játékot. Is. Kocsis. Salac. Kis szerelte őt. Azt azonban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a fapados söröző cserejátékos nélkül kénytelen végigjátszani a találkozót, hiszen rengeteg sérültjük van, akik nem állhatnak az együttes rendelkezésére. A Turul pedig szinte egy teljes második sorral rendelkezik. Molnár. Balló. Molnár, Farkas nem tudta eltalálni a labdát,
Fargas István. Ez egy újabb gólszerzési lehetőség volt. Aztán Kis Gábor buktatja Molnár. Salad szabadrúgás. Vékony. Reveland. Kevesebb mint 5 perc van még hátra a találkozóból. 5-2 tehát a Trollány javára. Salac forgolódik. Aztán a földre huppan. Kis Gábor lövése levágódik, a második próbálkozás pedig feketéről jön ki. Molnár. Vékony. Kocsis. Kis fejeli ki. Kis csípi el. Kulcsár. Kis Róbert újra. Kovács. Ketten várják középen, aztán Kocsist választja az ellenfél játékosát. Molnár, Kovács, Vékony szerel, Kulcsár indul meg, ketten zárnak össze előtte, és Kulcsár volt szabálytalan. Kis Róbert, Kovács, Karsai, jó volt a váltás, Karsai lövi el Reveland hárít. Kis dobhatja be, Fekete, Kovács, Farkas, szorongatták elég rendesen, Karsai, Kocsis lépett közbe. Kovács, Kis Róbert, Farkas, messze pattant tőle a labda. Indulhat Salac a kivágódó labdával, és a kapu mellé pöccint. Molnár. Farkas még beleér, azonban már nem tudta visszahúzni a vonal előtt. Reveland majd Kis Gábor a labdával. Második félidő 23. perce. Vékony. 3 gólos Trollány vezetés. Paral. Kulcsáról vágódik ki a labda. Fekete. Paral elől csípi el Kocsis, aztán Salacot szerelik is. Kocsis még odalép. Kis Róbert pedig megforgatja az ellenfél játékosait. Kovács. Két ember közé passzol. Reveland kirúgása. Salac tisztán be is lövi a hálóba. 5-3 ezzel, Salac 3 gólos. 48. percben. Paral. Vékony. Salac. Paral szerelt egy pillanatra. Vékony. És Kulcsár késik le. Salac lőtte be, nem Vékony Tamás volt, elnézést, viszont Kulcsár késett le a belőtt labdáról. Fordulhat a turul, Kovács, Paral, Farkas, kapu mellé, aztán sportszerűtlenül dobja el a labdát, szinte már Reveland kezéből ütötte ki.
Salac pedig nem tudja lekezelni. Az utolsó percben járunk, 5-3-ra vezet a Turulline. Revelant vékony csúsztat mellé. Letelt a rendes játékidő, és vége is a mérkőzésnek, tehát a Turulline visszavágott az őszi vereségért. 5-3-ra nyerte a találkozót, úgy érzem, teljesen megérdemeltem. Jól játszott a kékmezes együttes, a Favados öröző pedig mindent megpróbálta az egyenlítés érdekében, ám talán erővel nem bírták. Tehát még egyszer a végeredmény: Turulline, Favados öröző 5-3. A gólszerzők a Turul oldalán Molnár és Kovács 1-1 gólt szerzett, még Balló háromszor talált az ellenfél hálójába, a Favados mindhárom gólját pedig Salad Zoltán szerezte. Három mérkőzést. A második játékrészben a Gallon kitűnő játékkal felőrölt Máv Fevita és a Zöldker Bombon találkozókat május 28-án játsszák majd le. De nézzük, mi történt a héten. A 23. forduló nyitó mérkőzésén a Más Tészta és a Gallon Kft. Találkozott. Az őszi idényben 2-2-es döntetlenre végzett a két együttes, így nagy küzdelemre lehetett számítani. Így is történt, az első félidőben csupán helyzetekig jutottak a csapatok, és az öldöklő küzdelemben hol egyik, hol másik gárda kerekedett felül ellenfelén. Fordulás után a Más Tészta kezdett jobban, és a vezetést is megszerezte a sárga-fekete együttes. A Gallon Kft. Ezt nem hagyta annyiban, és erőfeszítéseinek meg is lett az eredménye, egy szerencsés góllal sikerült egyeníteniük. A Gallon a győzelem érdekében mindent egy lapra feltéve kitámadott, és ezt az ellen ki is használta, Gyabronka juttatta előnyhez a Más Tésztát. A hátralévő percekben nem változott a játék képe, továbbra is kiegyenített volt a küzdelem, ám a Gallon Kft. Az eredményt már nem tudta egalizálni, így maradt a 2-1 a sereghajtó javára. Az a gond megint, hogy amit múltkor is mondtam, hogy csak rohanunk, mindig rohanunk, nem tudunk egy normálisra passzolni, nem tudunk visszajönni, mert az a gond az egészben, hogy nem tudunk visszajönni a támadással. Két kontrából megvertek, többet nem is jutott kapura végül is. Meg is érdemeltek így a győzelmet. Az győz, aki gólt rúg, ez a játék először. Tulajdonképpen a hátvédeink rúgták a gólokat, talán ebből is látszik, hogy ma egy kicsit vékonyan álltunk fel, de azért nagyon örülök, hogy végre nem egy vesztes mérkőzés után kell nyilatkozni és az ellenfél az oda menni gratulálni. Hát ez tulajdonképpen egy kis szépség tapasz a tavaszi szereplésünk, de azért nagyon örülünk, a csapat fegyelmezett volt. Én azt hiszem, hogy megérdemeltük, hogyha nincs az a bal szerencsés gól, amit kapunk, akkor talán egy kicsit nyugodtabb is lehetett volna, de tényleg a csapat küzdő szellemét dicséri ez a siker. Remélem, hogy az ősszel az 1B-ben is tudjuk majd hozni ezt a hozzáállást, és akkor nem lehet majd jövőre a szereplésünkre. És szeretnék gratulálni a hátvédeinknek is, akik ma hál' Istennek az ellenfél kapuját érezték, nem a miénket. A bajnok esélyes C+V a stabil középcsapat Bádogos ellen lépett pályára. Mindkét gárda nagy iramban kezdte a játékot, ami a helyzetekben is megmutatkozott. Az első félidőre leginkább a küzdelem volt jellemző, annál is inkább, hiszen a gólvonal mögé egyik csapat játékosai sem tudták juttatni a labdát. A második játékrészben a C+V szerzett vezetést. A Bádogos továbbra is bátran és egyre veszélyesebben támadott, míg nem egy vitatott szituáció után a megítélt büntetőből a C+V növelte előnyét. Az igazságtalannak vélt 7 méteres feltüzelte a zöldmezeseket, és még erőteljesebb offenzívába kezdtek, amely meghozta gyümölcsét és szépíteni tudtak. Az egyenlítésre azonban már nem futotta erejükből, így a végeredmény 2-1 a lista vezető javára. Sajnos nekünk minden mérkőzés küzdelmes, mindenki minket szeretne megverni, és azért gondolom, mindenki megpróbál mindent felvonultatni a győzelem érdekébe, vagy pontszerzés érdekébe. Nagyon nehéz mérkőzés volt. A bajnoki cím most már a zsebben tudható. Hát én azt ilyet nem merek mondani, mert egyszer egy bajnokságra lecsúsztam egy góllal, majd ha az utolsó mérkőzésünket lefújták és 2 ponttal vezetünk, akkor azt mondom, hogy igen. Még mindig tartalékosan álltunk fel, és ha sérülteink nem lettek volna, akkor több cserével talán még jobb eredményt tudtunk volna elérni. Én szerintem jól játszottunk, lelkesen, sőt, helyzeteink is voltak. Hát sajnálatos tény, hogy az eredményt befolyásolt egy olyan dolog, ami szerintem semmi köze a focihoz. A két játékvezetőnek jó kellett volna látni azt, hogy több színészkedés volt, és ezt észre kellett volna venni. Na most így keserű szájízzel búcsúzunk, mert igazándiból úgy érzem, hogy a pályán egyenrangok voltunk az ellenféle. Egy ilyen döntés
hozott hátrányba bennünket, én legalábbis így érzem. A kiesés elől menekülő Blue hétfő a dobogóért hadat viselő klub fecával csapott össze. Az utóbbi hetekben gyengélkedő Blue hétfő meglepően jól játszott, és az első félidő végét jelentő sípszó előtt nem sokkal a vezetést is megszerezte. Fordulás után a klubfeca nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt, ám a helyzet kihasználással problémáik adódtak. Egy szöglet után egyenlített a fehérmezes együttes, de ezután már csak a Blue hétfő vette be ellenfele kapuját. A klubfeca hiába támadott többet, mégis ellenfele volt veszélyesebb. A találkozó utolsó negyedében, amikor már a Blue hétfő több góllal vezetett, már a klubfeca feladta a mérkőzést, így esélyük sem maradt a felzárkózásra. Az összecsapást végül 4-1-re nyerte a Blue hétfő. Mindenképpen szeretnénk bent maradni, ehhez kellnek a pontok. Igaz, hogy most egy nehezebb ellenfél, de most kijött a játék. Úgy érzem, hogy úgy játszottunk, hogy eddig szerettünk volna, összejött. Most elindultatok a jó úton, akkor a bent maradás az meg lesz. Nagyon remélem, bár nagyon nehéz mérkőzéseink vannak még, hiszen most a Bombonnal játszunk, zöldkert, tehát még hosszú az út, de reménykedünk, igen. Az igazság, valahogy számítottunk rá, mert ha megnézed, akkor heten voltunk összesen mezőnyben. Ha én már játszom, az már a vég. És most a 7 emberből 2 meg is sérült, úgyhogy sajnos nagyon tartalékosak voltunk, ők pedig kihasználták a helyzeteiket. 1-1-nél nekünk is voltak, kihagytuk. Mikor 2-1 lett, akkor úgy néztem, hogy eldőlt. Véleményed szerint, hogy már nincs túl sok forduló hátra a bajnokságból, hova tudtok odaérni? Hát a bajnoki cím az a Csekáik ellen már elment, utána hiába kaptak ki, ők már nem fognak hibázni kétszer. Most, hogy a Turul megverte tegnap a Fapadost, így a dobogó azért még ott maradt reménynek. A Bombon is már nagyon messze lesz, ha hozzák a meccseiket. Hát azért bízom benne, hogy a harmadik helyet meg tudjuk még így is szerezni. És akkor nézzük a 23. forduló eredményeit. Mástészta Gallon Kft. 2-1, Turulány Fapadosöröző 5-3, Bádogos C plusz V 1-2 és Blue hétfő Klubfeca 4-1. A bajnokság a következőképpen alakult, a C plusz V továbbra is őrzi vezető pozícióját 38 ponttal, második a Bombon, harmadik a Turulline 31 ponttal, negyedik a Fapados szintén 31 ponttal. Ötödik a Klubfeca, hatodik a Bádogos, hetedik a Fedél Kft., nyolcadik a Süni és Barátai, kilencedik a Blue hétfő, tizedik a Gallon Kft., a kieső pozícióban pedig 4 ponttal lemaradva 11. a Zöldker 96 Kft., 12. a MÁV Gépészet, 13. a Mástészta, és a Sort, a Fevita zárja a 14. helyen 10 ponttal. A Kispel című műsor legközelebb jövő hét szombaton jelentkezik ismét. Kérem, tartsanak velünk akkor is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.